szófogadó kutyusok után jöjjenek a füles baglyok, ugyanis ha valaki Túrkeve és Kisújszállás környékén jár, az szinte már meg sem lepődik, hogyha 2-3 méterrel a feje fölött baglyok csücsülnek, repülnek, vagy bármi ilyesmi történik. Így igaz, a két településen több mint 1000 bagoly telel, ami európai viszonylatban is kimagaslóan nagy szám. Vendégünk Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője. Szervusz, Zoltán! Sziasztok! Miért találkozhatunk most ebben az időszakban? Bocsánat, így nagyon megnyomtam ezt, de kíváncsi vagyok. Miért találkozhatunk ebben az időszakban ennyi bagolyjal? Hát, ha nappal vagyunk, akkor azért, mert ott nappaloznak. Egyébként, ha most mennénk oda, akkor nem találkoznánk valószínűleg egyesem, mert kint vadásznak a réteken, szántókon, gyepeken, és öldökölik az egereket és a pockokat. Azt olvastam, és egyébként kiderült így egy korábbi beszélgetésünkből, hogy a te írásodat olvastam, hogy ezek a baglyok naponta 2-3 ilyen kis rágcsálót esznek meg. Na most, hogyha 1000 bagoly van, 2-3000 rágcsáló pusztul el napi szinten ott a környéken? Hát persze, nem ehet mindenki mákos tésztát, vagy salátát, ugye? Hát ugye tavalyi számolás alapján 5300 erdei füles bagoly biztos volt az országban, és hogyha ezeket a számokat felszorozzuk, akkor alsó hangon olyan 1,5-2 millió egeret, pockot esznek meg. Tehát ez óriási gazdasági haszonnal is jár, ugyanis ezt nem nekünk kell elpusztítani. Ezek alsó hangon olyan 100 tonna mondjuk terményt is megehetnének, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó, hogy itt vannak, azon kívül, hogy rettetesen cukik, tehát lehet még bennük gyönyörködni is. És csak füles baglyok, vagy más bagoly típusok is? Ezek erdei fülesbaglyok, és akkor van köztük nagy ritkán, a madarászok ilyenkor visítva trallaláznak a réten, van néhány réti fülesbagoly is közöttük, és akkor még ritkábban egy-két kuvik vagy macskabagoly is, de ezek alapvetően erdei fülesbaglyok, amik mondjuk Norvégiától, akár Közép-Ázsia térségétől, óriási területről érkeznek hozzánk. Mondtad, hogy mennyire cukik ezek a baglyok. Na most azért én ismerek jó néhány olyan barátomat, akik azért félnek a baglyoktól. Jelentkezem. Én Bogi. Is félek. Ki ijed meg jobban, a bagoly vagy az ember? Tehát az egér. Szegély egerek. Hát igen, mert őket eszik, de alapvetően most mit tud veled csinálni egy ekkor? Akkor az erdei füles bagoly, ez a mikrofon. Tehát mit tud veled csinálni? Ugye mondjuk, igen, el szoktam mondani, hogy rettetesen veszélyes tud lenni, hogy mondjuk 480 km/h, hogyha felgyorsítanák, akkor az óriási veszélyt, de csak viszonylag ritkán történik ez, meg semmiféle veszélyt nem jelent rá nézve, meg a kutyákra, meg a, ugye nem fogják kiirtani a falut. Azt szoktam mondani tanácsként, hogy lehetőleg ne ilyenkor tegyük ki a berci hörcsögöt, éjszakai, téli éjszakai csillagos eget nézni, mert azt valószínűleg elviszik, de ugye nem fogják tényleg a falut lemészárolni. Egyébként miért pont ez a térség lett a főváros, Kisújszállás és Túrkeve? Azért, mert a térségben nagyon, ez ugye azt jelzi, hogy ökológiai szempont, hogy nagyon jó még a természeti környezet állapota, olyan fenntartható mezőgazdaság zajlik ott, ami nem írtja ki ezeket a kis rágcsálókat, ezért érkeznek két kontinensi területről hozzánk ezek a baglyok, és ugye nem csak baglyok érkeznek ilyenkor, hanem egyéb ragadozó, nappali ragadozó madarak is, egyszerűen azért, mert itt sok a kaja, és ráadásul mondjuk egy szibériai időjáráshoz képest itt nyár van, tehát az, hogy van -1-2 fok, meg nincs hó. Hát ez nekik magyarul ide járnak nyaralni télen. Igen, nekik mi vagyunk Afrika. És ha jól tudjuk, zajlik egy országos felmérés a baglyok telelőhelyéről. Hogyan lehet ez a felméréshez csatlakozni, vagy ehhez az kezdeményezéshez? Igen, hogy ezek a baglyok elsősorban lakott területen telelnek csapatosan, és hát erre kértük a lakosság segítségét a médián keresztül, hogyha valaki tud ilyen telelő baglyokról, akkor fölmegy az Egyesület honlapja, az mme.hu-ra, ott van egy okostelefonra is nagyon egyszer megnyitható Google Form űrlap, és néhány kattintással ki lehet tölteni, hát nem meglepő adatokat kérünk, tehát hogy hol látott, hány baglyot körülbelül, és akkor így most tudok ilyen részszámokat, tavaly 260 településről volt adatunk, idén már jóval 500 fölött járunk, tehát valószínűleg sokkal, de sokkal több információnk lesz az itthon telelő baglyokról, és sokkal pontosabb ilyen megdöbbentő számokat tudunk mondani, hogy akkor 3 millió egeret esznek meg. Szabad etetni ezeket a baglyokat? Hát de mivel? Meg hogy minek? Nem is kell ezek szerint. Hát persze, ugye viszonylag ritkán megy mondjuk a nagymami, és akkor ott 68 egeret ott kitesz. Nem, ezt ők maguknak megoldják. Tehát éljük úgy, mint ahogy se lennének. Ők el vannak. Igen, magukkal. Tehát egy dolgot kell csinálni, nem kell őket piszkálni. Tehát nem kell lábújhegyen járni. Ha valaki mondjuk flexelni szokott az udvarba, és a baglyok oda mentek, akkor az ő, hát ők döntöttek úgy, nem kell semmi megváltoztatni azért életünket. Általában egyébként is a legnagyobb csapatok szinte mindig mondjuk
óvodaudvarba, iskolaudvarba vannak, ott, ahol azért... Imádják a kisgyerekeket. Hát ott el vannak, ugye ennek az lehet az egyik magyarázat, hogy ahol nagy a káosz, kupera és a zaj, forgalom, oda nem mennek be a számukra veszélyt jelentő ragadozó madarak, tehát mondjuk a héja, vagy mondjuk a parlagisas, rétisas. Tehát nekik ez így jobban megéri, mert őket nem eszi meg senki. És hogyha valaki találkozni szeretne velük, akkor hogyan keresse őket, vagy lehet velük valamiféle kontaktus? Most mondok ilyen kiábrányítót, tehát lehetőleg tehát nem is kell feltétlenül a fákat nézni, főleg örökzöldek esetében nem ez a kifizetődő stratégia, hanem a falat kell nézni, ugyanis ahol 100 bagoly nappalozik, ott 100 bagoly kakil, meg köpi a köpetet, és akkor a fehér meszelést kell nézni, és ahol ilyet látunk, és nincs egy meszelő ember, akkor bagolyokra lehet gyanakodni, fölnézünk, és ott lesznek. De egyébként a túrkevelyek és a kisújszási lakosok megszokták már a bagoly nézőket, és bárkit megkérdezünk, akkor menjen kedveském a református templomhoz, mert ott vannak mellette, és akkor nagyon-nagyon szolgáltakészek, nagyon segítőkészek, és hát nem bonyolult, mert amikor nyírfákon van 50 bagoly, akkor azt nem, azért nem olyan nagyon nehéz észrevenni. Hát köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Én is köszönöm.